Costa Kostarika vagy Aruba csak néhány a top 10 úticiek közül, amit 2020-ra előszeretettel ajánlanak a szakemberek. Ezek időről időre visszatérnek a top listára, azonban vannak olyan országok, amelyek már hosszú évek óta bérelnek ezen a listán helyet. A magyarok egyik közkedvelt célpontja idén is Horvátország, de a nyári előfoglalásokat már a görög és török nagyvárosokba is érdemes megtenni. 2020-ban ráadásul egy új görög város lehet a nyíregyháziak célpontja. Ami nagyon fontos nekünk, hogy Debrecenből újdonságképpen Kefalónia szigetére lehet majd elutazni. Ez azért fontos, mert ugye nagyon-nagyon sokan szeretnek ugye Debrecenbe átmenni, hiszen az csak egy fél óra, nem kell Budapestig felmenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez méltán népszerű, ezt hiszem maga a sziget is egy gyönyörű természeti szépségekkel rendelkező kis körök sziget. A másik újdonság, az, hogy a Kanári-szigetekre, itt Gran canaria és fortaventura közvetlen csáterjárat lesz Budapestről, ez megint nagyon szerencsés, nem kell menetrend szerinti járatokkal utazni, átszállással, egyebekkel, hanem közvetlenül tudunk eljutni ebben a, ettől a nyártól már erre a két szigetre. Úgyhogy azt gondolom, hogy így újdonságnak ezek nagyon-nagyon jók lesznek az utasok körében, a belföldi úti célok sem változnak sokat. 2020-ban hat hosszú hétvége lesz, ilyenkor szinte minden szálloda teltházas Magyarországon. A Balaton és a Velencei tó környéki szálláshelyek pedig egész nyáron így üzemelnek. Az utazási irodák ilyenkor a külföldi úti célokat javasolják, hiszen ami belföldön egy hét, ugyanazon az áron Görögországban akár 12 nap is lehet. Ha valaki mégis belföldön nyaralna, a wellness szállodák mellett aktív kikapcsolódást is választhat. Méltán mondhatjuk, hogy a környékünkön a Mátra az elég népszerű, ugye, ahol tényleg lehet rövidebb, hosszabb túrákat tenni. Ugye, hogyha egy kicsit Dunántúra kacsingatunk, akkor a Visegrád és környék, amit ugye a panorámáért mindenképpen érdemes megvászni a visegrádi hegyeket, és azt gondolom, hogy ami nem annyira a hegy, de a mondhatjuk, hogy hegyes vidék, a Pécs és környéke az szintén, és természetesen, hogyha az aktív turizmusról beszélünk, azért még el kell mondani, hogy jó pár gyógyfürdőnk is van olyan helyen, ahol az aktív turizmusnak lehet hódolni, és ahogy az nem említettem, hogy a túrázás mellett este a kikapcsolódás, kényeztetés, az mindenki számára egy kellemes. Vannak olyan úti célok is, amelyeket egyre kevésbé ajánlanak a nyaralni vágyóknak. A spanyol Majorka régóta küzd a turisztikai tömeggel, emiatt a lakók már tüntetnek is. Amsterdam is hasonlóan zsúfolt lett az elmúlt évek alatt, a kormány itt idegen forgalmi adóval próbálja korlátozni a látogatók számát. Balén pedig a turisták után maradt szeméthegyek jelentik a legnagyobb problémát.